Jó estét kívánok! Folytatjuk a Mi Történetünk című magazinműsorunkat. A következő percekben az Egri Dobó István Gimnázium magyar, illetve orosz nyelv és irodalom szakos tanárával beszélgetünk, hiszen június 11-én a líceumban átvehette az Egri Tankerületi Központ kiváló pedagógusa kitüntetést. Személye, tevékenysége több mint 20 éve meghatározó mind az intézmény, mind a nevelőtestület életében, emellett a magyar ének és rajzmunka közösség lelkiismeretes vezetője, stúdiónk vendége Szoviár János, a Dobó István Gimnázium pedagógusa. Köszöntjük a stúdióban. Jó estét kívánok! Estét kívánok. Először is akkor gratulálunk az elismeréshez. Ugye több mint 20 éve a tanári pályán van. Egy kicsit térjünk vissza az elejéhez. Annak idején miért választotta ezt? Egyértelmű választ nem tudnék ráadni, az az igazság. Valószínű, van egy genetikai vonal. Szüleim pedagógusok, édesanyám, édesapám magyar-orosz szakos tanárok voltak, tehát valószínű az adott. Illetve olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy kiváló pedagógusokkal találkoztam, mind az általános iskolai tanulmányaim során, mind a középiskolában, később a főiskolán és az egyetemen. Tehát nekem a pedagógusokkal kapcsolatban kifejezetten pozitív élményeim vannak, és amikor a főiskolán elkezdtem a gyakorlati tanításomat, akkor éreztem, hogy egy kicsit ezt én élvezem is, és a gyerekek reakciója is megerősített abban, hogy lehet, hogy jó, ezt folytatom. Igen, én azt gondolom, hogy ha a pedagógus azt érzi, hogy élvezi, hogy amit csinál, ezt nálunk színészeknél is szokták mondani, hogy ha a közönség azt látja, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, akkor a közönség is élvezni fogja, de gondolom, akkor ezzel a diákok is így vannak. Igen. Ez egy alaptétel. Ugye két érdekesség van, amit én mindenképpen meg szeretnék kérdezni. Egyrészt, hogy miért az orosz nyelv és irodalom, ami ugye a magyar mellé társult szakiránynak, vagy tantárgynak, a másik pedig az, hogy tudatos döntés volt-e, hogy ugyanabban az alma materbe megy visszatanítani, ahol végzett, és hogy milyen volt itt a pedagógusokkal, a volt tanárokkal a kapcsolat. Hát akkor kezdjük az orosszal. Tulajdonképpen említettem, szüleim szintén orosz nyelv szakos tanárok voltak, tehát tulajdonképpen én már kisgyerekkorom óta hallottam ezt a nyelvet, ők tolmácsoltak is, illetve hát ugye én az a generáció vagyok, akinek az első idegen nyelve az orosz volt. Én nagyon-nagyon kedveltem az orosz irodalmat, megmondom őszintén, tehát igazából nem csak a szülői vonal, hanem maga az orosz kultúra, az orosz irodalom, Tolstoj, Dostojevszki, Gogol vonala érintett meg, tehát igazából ez lehet a magyarázata annak, hogy az oroszt választottam. Az, hogy a Dobóba kerültem vissza, az egy számomra nagyon nagy ajándék. Ez 21 évvel ezelőtt történt, harmadik munkahelyem a Dobó. Egy kellemes évet töltöttem el ostorosan egy általános iskolában, aztán 2 évet a mezőgazdasági szakközépiskolában, és volt osztályfőnököm ajánlására, volt egy lehetőség, hogy megpályázzak egy magyar tanári állást. Én ezt megtettem, és nagy öröm, hogy azóta is ott vagyok. És azóta már ugye az egyik tanítványával is bővült a tantestület. Ez milyen érzés, hogy egy volt diákja is a magyar nyelv és irodalmat választotta hivatásra? Igen, van egy kolléganőnk. Egyébként hozzáteszem, volt már kollégánk, aki tanítványom is volt. Ez egy nagyon érdekes folyamat, de maga a pedagógia egy érdekes folyamat. Ha megemlítettem, hogy a volt osztályfőnököm leányát én taníthattam a Dobóban, és most az a kolléganő tanítja az én kisfiamat a Dobóban, akinek én voltam az osztályfőnöke. Tehát egy ilyen állandó folyamat ez. Érdekes. Hát tulajdonképpen azt azért látni kell benne, hogy óhatatlanul múlik az idő. Tehát, hogyha a tanítványok megjelennek ott, az idő múlását is jelzi. De ez egy érdekes szituáció. Én emlékszem, mikor visszakerültem a Dobóba, mint egykori dobós diák, én nagyon-nagyon félve mozogtam a kezdeti időszakban a tanáriban, hiszen az akkori tantestületnek több mint a fele engem még tanított. Van olyan, akit ma is magázok, és van olyan, akit nem szólítok keresztnevén, csak tanárúrként tudom megszólítani. Azért ez biztos egy belső töltést ad, azért gondolom én. Tehát, hogy jó, mindegy, menjünk tovább. Akkor osztályfőnökként is tevékenykedik. Ez mennyiben más osztályfőnökként jelen lenne a gyermekek életében, mint idézőjelben egyszerű pedagógusként?
Hát talán annyi, hogy a pedagógus ugye egy nevelő-oktató munkát végez. Osztályfőnökként azért szélesebb a spektrum, tehát ott most kis túlzással azt mondom, hogy barát vagyok, szülővel való kapcsolattartó, szociálpedagógus, programfelelős, nótafa, tehát tulajdonképpen alapvetően minden. A legfontosabb elvemnek a pedagógiában az osztályfőnökséget, illetően a közösségépítést tartom. Tehát tulajdonképpen az osztálykirándulások, klubdélutánok szervezése az, ami ezt elősegíti. Van egy hátulütője, és azt azért elárulom, az adminisztráció. Tehát az az, ami a pedagógiát egy kicsit úgy mérsékeli a témakörben, de nagyon élvezetes. Különösen úgy, hogy több típusú osztályban lehettem osztályfőnök, 4 évfolyamos képzésben, 6 évfolyamosban, aztán általános tagozaton, tehetséggondozó osztályban, most is egy 6 évfolyamos osztályon van, most voltak 7-esek, úgyhogy jó azt látni, hogy életük egyharmadát tulajdonképpen az én kezem alatt töltik el, reményeim szerint. És ugye faktokat és külön órákat is tart. Ezek alkalmával hogyan tudja a diákokat motiválni? Én azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk azért a Dobó István gimnáziumban, hiszen ott alapvetően motivált, tovább tanulni vágyó diákok vannak. Úgyhogy a motivációval igazából nincsen gond. Talán a helyes iránymutatás az, ami feladatom. A fakultációk, azok ugye az emelt szintű érettségére készítenek föl. Nagyon-nagyon sok diák érdeklődik ugye a magyar irányába, még ha nem is tanul vele tovább. Hát a külön órák azok inkább ilyen versenyfelkészítések ott az iskolán belül, hát több-kevesebb sikerrel. De. És akkor még fokozzuk azt, hogy a tanár úr mi mindennel foglalkozik, ugye iskola újság, ott ugye azokat a gyermekeket is segíti, akik próbálgatják szárnyaikat. Korábban foglalkoztam az iskola újsággal, jelen állás szerint egy kolléganő az iskola újság szerkesztője. Természetes, hogy magyar tanárként azért az ember figyeli azt, hogy kinek milyen írói vénái vannak, vagy vénája van. Az iskolánkban működik néző kollega, Néző Sándor tanár úr kollégám vezetésében egy kiváló irodalmi önképzőkör, ahol kifejezetten tehetséges és alkotó diákok vannak. Volt tanítványunk, regénye is jelent meg már. Úgyhogy figyeljük a tanítványainkat, segítjük, és a szánypróbálgatásaikat úgy teregetjük, hogy jó irányba repüljenek. Uh-huh. És mit lehet elmondani tanár úrnak a pedagógiai hitvallásáról? Hát nehéz ezt így szavakba önteni, Talán hozzám legközelebb Pázmány Péter gondolatai állnak, miszerint azt a tanítót becsüli nagyra az Isten, aki cselekszi, amit tanít, és mind nyelvét, mind pennáját, szíved gyökerének téntájában mártván úgy szól, amint szíve járása vagyon. Hát ez nagyon szépen össze is foglalja, én azt hiszem. De a humor is nagyon fontos szerepet tölt be, ugye, a tanításban, míg a tanár úr munkamódszerében. Alapvetően azt mondják, hogy humoros ember vagyok. Egy diákon megfogalmazta, hogy én nem is poénos vagyok, hanem poljános. Hát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a humorral közelebb lehet jutni azért a gyerekekhez. Tudjuk azt, hogy a gyerekek ingerküszöbe is évről évre más generációról generációra változik. Nem mindenki képes 45 percig feszülten figyelni. Éppen ezért, amikor látom, hogy egy picit lankad a figyelem, vagy éppen olyan a szituáció, hát valóban nem hagyok ki egy-egy szellemesnek tűnő megjegyzést. Egyébként ez a tananyag elsajátításában is segített, könnyebben befogadják a diákok, hogyha így közelítjük meg az anyagot? Én úgy gondolom, hogy ha nem is a tananyagot, talán a tanár személyiségét. Uh-huh. Tehát igazából igyekszem olyan kapcsolatot kiépíteni a diákjaimmal, ami tényleg ember-ember központú. Most, hogy egy nagyon-nagyon brutálisan nehéz éven vagyunk túl az oktatásban is, ugye személytelenné, online térré vált az oktatás. Itt érezték meg nagyon-nagyon sokan, milyen fontos a személyes jelenlét, és milyen jó, hogy hirtelen reagálhatunk egy-egy feladott labdára. Van még itt a ki tud többet Egerről vetélkedő, csak hogy még fokozzuk a palettát, amivel tanár úr foglalkozik. Ez már ugye gyakorlatilag hagyománynak számít a város kulturális életében. Hogyan kapcsolódik ön ehhez a programhoz? Ez egy több évtizedes hagyomány, ugye a Dobó által indított hagyomány. Én 2015 óta vagyok ennek a csoportnak a tagja, mint műsorvezető, mint feladatkészítő, de idén februárban mesterprogramomnak a része az, hogy tehát az elkövetkező 5 évben biztos, hogy én vagyok, hát csúnya magyar szóval projektfelelős ennek a városi rendezvénynek, úgyhogy a feladatok összeállítása, a
csapatok szervezése, tehát minden, ami a szervező munkával együtt jár, az már az én feladatom, nem csak maga a külcsíny és a műsorvezetés. És ugye a tanítás mellett időről időre az Agria folyóiratban is megjelennek a munkái. Mely témák állnak önhöz közel? Én azért nagyon hálás vagyok, hogy az Agria című igen komoly irodalmi és kritikai művészeti folyóiratban jelentek meg recenzióim, tanulmányaim. Nem állandó időszakos, amikor akár az időm engedi, akár az érdeklődésem. Én most egy olyan programon dolgozok a diákjaimmal, hogy Eger irodalmi életét szeretném valamilyen úton, módon földolgozni. Van egy olyan irodalmi érettségi tárgykör, hogy az irodalom határterülete, illetve regionális kultúra, és itt a regionális kultúrán belül én most szépen összeszedegettem már, hogy miről lenne érdemes tanulmányokat írni, ilyen érettségizők szintjén, ezt azért hozzáteszem, tehát nekik ilyen segédanyagként tervezek ilyen publikációkat. Tanár úr, fölmerül bennem a kérdés, hogy itt az elmúlt néhány percben annyi mindenről beszélgettünk, amihez tanár úrnak köze van. Nagyon széles spektrumon mozog az érdeklődés, illetve a fiatalokkal való foglalkozása. Mindemellett jut idő pihenésre, szórakozásra, családra? Mert azért, amiről beszélgettünk, és hát a pedagógus pálya önmagában, akár az adminisztrációt tekintve, amiről szintén beszélt tanár úr, azért elég sok időt elvesz az ember életéből. Igen, én úgy gondolom, hogy azért teljes életet élek, köszönöm szépen. Tehát jut. Arra azért figyelmet fordítok, hogy amikor kilépek az iskola kapuján, azért csak azt vigyem haza, ami igazán fontos, de természetesen mind a diákok, mind a szülők azért szoktak engem keresni vacsora időn túl is, tehát nyitott az én ajtóm, vagy éppen a telefonom, de jut időm. Jó, ennek a receptjét majd én elkérem, jó, mert nálam ezzel vannak problémák. És ugye a tankerületi központ kiváló pedagógus, aki tüntetést kapta most meg, mit jelent ez számára? Nekem ez egy óriási elismerés, és egy nem várt elismerés, tehát erre én nem voltam így mentálisan fölkészülve. Hát tulajdonképpen ez egy visszaigazolása annak, hogy amit 24 évvel ezelőtt elkezdtem, azt talán jó. Úgyhogy ennek szellemében igyekszem ténykedni, hogy ez a titulus most már arra ösztönöz engem, hogy itt már hibázni nem lehet. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és beszámolhattunk arról, hogy milyen szép kitüntetést kapott, és hát egy kicsit az életútjával is megismerkedtünk, és csak azt kívánhatjuk szerintem, hogy nagyon sok olyan elégedett diák legyen az ön keze alatt, akik elgondolkoznak azon, hogy visszatérnek a kiinduló alma materükbe. Köszönjük szépen, tanár úr, gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen.